90 évvel ezelőtt, 1929. október 17-én adták át a Tiszaújnyi hidat. Kecskemét városát évekkel korábban, még 1923-ban kérték fel a tiszazugi települések a híd megépítésére. A híres város és a közlekedésügyi minisztérium vezetői megegyeztek abban, hogy a költségek nagy részét a minisztérium vállalja. Cserében a város átadja a hídépítéshez szükséges területet, és lemond a vámjogról. A végső költségek több mint 3 millió pengőt tettek ki, melyből Kecskemét 480 ezer pengőt állt. A földmunkákat 1925. októberében kezdték, magának a hídnak az építését 1927. október 7-én. A híd próbaterhelését 1929. július 20-án tartották, átadása 1929. október 17-én volt. A régvárt eseményre 25 vagonos szerelvény hozta az ünneplőket Kecskemétről. A hídfőnél Kovács Sándor kecskeméti plébános szentelte meg a létesítményt, és kérte Isten áldását a hídra és az átkelőkre. Majd a nemzeti színű szalagot Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó oldotta meg. Ezt követően az eseményre érkezett előkelőségek átvonultak az új hídon.